jól léti kutatások, azok borzasztó fontosak, mert pont amiatt, mert betekintést nyújtanak a, az emberek szubjektív gondolataiba, észlelésébe. Számos példát lehet arra felhozni, hogy, hogy nem minden a pénz. Amikor az emberek arról döntenek, hogy elvándorolnak -e egy másik országba, vagy sem, ott tartósan letelepednek-e, vagy sem, vagy visszavándorolnak-e a kibocsátó országba, vagy sem, akkor nagyon sok minden mérlegre kerül, és ott csak egy sok közül a, a pénz a jövedelem, hiszen vannak barátaink, vannak családtagjaink, van munka magánélet egyensúly, van, van egészség, és itt tovább. Van mink, környezet, ami körülvesz minket, vannak politikai bizonytalanság, vagy sem. Bizalom az emberekben vagy sem, rengeteg szempont van, és a jólétkutatásnak pontosan az a célja, hogy ezt a, ezt a rendkívül komplex együtthatást megpróbálja mérni és elemezni. Hogy mi a hatása a jól létnek a vándorlásra, és fordítva, hogyha valaki elvándorol, akkor hogyan változik a jól léte. Tehát, hogyha valaki nagy reményekkel nyakába veszi a tarisznyát, és külföldre költözik, és van a fejében egy elképzelés arról, hogy én mennyit fogok keresni, én hogy fogok élni, én mennyivel boldogabb leszek, mint korábban, majd szembesül a valósággal, és azt látja, hogy ott van egyedül egy városban, ahol nem érti a nyelvet, nincsenek barátai, uh, hát bár szabad ideje lenne, de nem tud hova elmenni, akkor hiába van több pénz, több euró a pénztárcájában, nem biztos, hogy boldogabb lesz, mint korábban. És a, ez a, a költséghatás a vándorlás és a jólét között, ez szerintem mindenképpen hasznos információt szolgálhatna a politikai döntéshozók számára. Igen, hozzá, használhatna. <laughs> hát nem vetőtetted hozzá.